Sok szeretettel köszöntöm a Pázmány Rádió hallgatóit, Radakovics miatt vagyok, ez pedig az Eheti Vanhen Show, hogy nézzük, mi történt a kézlabda világban előző adásunk óta. Hát, amit már sejteni lehetett, az végül be is következett, avagy nem tartott sokáig Martin Albertsen vezetőzői tevékenysége a Ferencváros női kézlabda csapatának. Én úgy jövődik, mint az első külföldi vezetőedző Zöldfehérek kispadján. Hát, hamar mond mindegy 4 hónap után véget ért ez a kalandje. Mint kiderült, az ő kérésére bontottak szerződést a dán trénerrel. Hát tényleg ez nem is igaz, hogy szerették volna, ugye hiába mondhatni remek kezdés a bajnokságban, bajnokligában 4 meccsen csupán 1 pontot szereztek a sorozat regnáló ezüstérmesei, szóval hát így ez így nem olyan, ez így nem úgy sikerült, hogy szerették volna, ugye négy meccse, 1 pont azt jelenti, hogy 1 döntetlen és 3 vereség, tehát még az első győzelem sem jött össze. Hát a Rapid Delhi meccsről szó volt az előző adásban, hát annál könnyebb meccs alig, ha lehetett volna a győzelemre, de hát ezzel már nem lehet mit kezdeni. Így a csapatot ideiglenesen Alan Heine másodedző fogja átvenni. Akkor le is látottam el első mérkőzését, aztán hozzá Ferencváros trénereként, mert úgy, hogy vezetőedzőként, és hát legyőzték a Vácot. A 30-25-re már igaz a szünetben, 17-szerére a Dunakanyarák vezettek, sőt egészen 50 percig nagyon szoros mérkőzés volt. De végére talán elfáradtak a Váciak. És hát azért kijelentetjük azt, hogy nincs Andrea Lekic, akkor ki tudja, milyennek a meccsnek a végeredmény összességében. Erről újabb átigazolási hír, a Győri Etóból távozik majd a szezon végén Alain Grosz, 2 év után ismét búcsút int a Kisalföldnek, és ezúttal is a Krim Ljubljana játékosa lesz majd a szlovén jobb átlövő. Hát mint kiderül, most már ő, Kámár, belfutása vége fel kell egyéni célja is lehetnek, de hát 2012 között is 2 évet játszott az Etóban, most is szintén 2 éve erősíti a kisalföldieket. De hát a szezon vége még messze van, szóval még, hogy még azért sok fontos gól szerez majd Alain Grosz Etó színeiben. Hát nem várt hír ez, persze lehet sokan azt mondják, hogy hát kár lehet érte. Hát bevallom őszintén, jövőre majd Dióre Húsér jobb átlövőbe, és ebből a szempontból az is jó kérdés, hogy vajon marad-e Rű, vagy jön más, ez majd gondolom kiderül a jövőben. Akkor nézzünk meg, mi fog történni velünk majd a héten, hiszen hát pályanői váltott mint egy fél év után, és hát majd szerdán 19 órakor Debrecenben az EHF Európa Kupa első mérkőzésén Norvégia látogat majd a Phoenix Arénába. Norvégiaiben Európa még világbajnoki címvédő is, magyar állat pedig ugye a 2024-es ebből azért van ott, hiszen ugye társadalmező Ausztriában meg Svájccal szemben, így ezzel is mondtam, hogy még lesz a másik később ebben a sorozatban, ez egy körmeccses szisztémában zajlik majd, tehát ez mondhatni Európa kupának szentelt barátságos mérkőzések, ha ez úgy tetszik. Tegnap olvashattuk a híreket, hogy műváltozó már Debrecenben van, és el is kezdődtek az edzések. Ugye korábban biztos álló szülősizási szadra, hogy Janúri Kinga sem lehet ott a válogatott keretében. Vámos Petra meg betegség miatt minden bizonyal kihagyja a szerdai mérkőzést. Böde Bíró Blankát viszik MRI vizsgálatra, de állítólag nincs nagy probléma. Térd problémák panaszkodott, de úgy néz ki, hogy nem akkora probléma. A norvégok is összesen nem erős, de Katrine Lunder nem fog részt venni, ez hétfőn meg ez a hír norvég oldalakon, hogy a Norvég Szövetség oldalán is, hogy a korábbi győri veterán nem lesz majd ott a magyar válogatott elleni, sőt egyben az a vasárnapi svájci elleni, vagy szombat is neki, szombati svájci elleni mérkőzésen sem. Szóval, hát így lesz ez egészen jó. Maradjunk annyiban, de Norvégia is esélyesnek számít, az egészen biztos. Ugye szerdán, október 17-én 19 óra környezik meg a magyar Norvég, és aztán a magyar válogatott ugye majd vasárnap 17 órakor Sveháton lesz majd Ausztria vendége, mindkét mérkőzés majd élőben közvetíti az NN Sport. Szóval ezek így a legfontosabbak. Ezen kívül szerdán lesz egy Ausztria-Svájc mérkőzés, szombaton pedig egy Norvégia-Svájc. Szóval így állunk majd. Nézzünk ki egy kicsit légiósaink körében. Ugye a
Paris Saint-Germain kemény rangadót nyerni a Kazipán a Nantes ellen 35-32 fölötti sokáig hátrányban voltak a párizsiak, Máté Dominik pedig 5 találatot szerzett, remek mérkőzése volt a magyar jobb átlövőnek, 5-ből 5 volt a lövő pontossága, és hát történelmi tettet hajtott végre a Hanuszegón és a Stuttgart, legyőzték 34-31 a Flensburg ellen, igazán nem talált be a kapuba, de a Stuttgart korábban nem tudták még legyőzni a Flensburgot, hát most ez sikerült, egészen elképesztő, mi történt. És hát szobatlan nagy meglepetés a Bundesligában megszakadta a Melsungen hibátlan mérlege, miután kikapnak idegenben 32-31 a Bergi Sertő, Sibos egyébként kétszer talált a kapu az elején meg a végén is a mérkőzésnek. Hát de most nem jött össze az, hogy 8-8 a Melsungen, így csak a Füsse Berlin hibátlan a Bundesligában. Érdekes, hogy Német kupából előző héten kiesett a Kiel a Wetzlartól, és hát megkomolták sokan a vészharangot, hogy hogyan tovább, mi legyen, aztán úgy döntöttek, hogy kiállnak Filippi Hámez. A Kielnek ugye, mint az elmúlt 30 évben csupán három vezető edző volt, ugye Zvonimir Szeldarusics volt, ugye 15 éven át, aztán 11 éven át Alfred Gislason, majd 2009 óta meg Filippi Hámez, szóval azért Kielben légy ritka az, hogy valakit csak úgy lapára tegyenek, mondhatjuk. Német kupon egyébként december közepén folytatódik a 8-at döntőkkel, ugye Melsungen Sibos Adrián majd a Lipcsével mérkőzik, és reméljük addigra Illizuán és Hamburg, majd az Hamburg Illizuán a soréban épp pályára, majd az Eisenach ellen. Összességben olyan nagy rangadó nem jött össze a Német kupában a 8-at döntőben, lehet majd később érkezik majd, vagy egyébként ugye az Eisenach éppen Hanuszegón és a Stuttgartot eltétek ki 26-25-re, szóval. Hát igen, ez a kemény ez a sorozat, maradjunk annyiban, ez a Német kupa, a kézilabdát illeti. És akkor hogyan tovább? Férfi fronton, a férfiaknál folytatódik a hétre a Bajnokok Ligája. Telekom Veszprém szerdán 18:45 perctől majd a Portót látja vendégülőben a Sportnet. Jó, egy időben rakták a női váltott meccsel. Az időpontválasztás az így 10/10-es. Nyugodtan mondta, hogy ez mindkét csapat egyébként 4 pontos. És érdekes, hogy a Portó is két győzelem után szemez egy vereséget, ahogyan Veszprém is, szóval kizerzi meg hamarabb a 6. pontját, ez lesz itt a jó kérdés, hát remélhetőleg a Veszprém hozótonak kötelezett a Portó ellen. Sok gólos meccsei volt a két csapatnak összességében, hol szorosabb volt, hol simább, ugye februárban a Veszprém az éppen 32-30, ott volt ilyen híve Elder, amikor 12 dolt, így igaz, az volt neked nagy meccse. Itt a idegenben 35-28-ra nyertek egyébként a Veszprémek, szóval hát de ez a meccs szenvedős lesz, de nincs mese, ezt már be kéne húzni. Veszprém ugye két bajnoki győzelemmel hangolt, a Fradit 45-34 győzelemmel, vagy az Eger pedig 51-22-re. Itt egészen sima siker. Mindez, ezen napon lesz egy Kiel-Kielce rangadó is utána 20-45-től. Dörögömik pályán a férfiak. 18-45 perctől egy Kolstad-Szeged mérkőzés. Még egy csapatnak két pont van. A Kolstad első meccsét nyerte meg, utána kétszer volt kérdezett, a Szeged pedig két vereség után nyert egyszer. Szedő legyőszerzően a Tatabányát 39-30-ra volt a Fredvek 36-23-ra mindkét csapatot hazai pályán, szóval ez így akár még hát érdekes lehet, reméljük, hogy ezek két győzelem plusz a olyan siker belendíti a Szegedet ebbe a győzelembe. Kolstad pedig legyőzte a hétvégén az Elverumot idegenben 32-20-ra, szóval egy nagy rangadót nyertek meg. Ezt nyugodtan ki lehet jelenteni, ugye az Jaknagy Lukács Péter légióskodik már az Elverumnál, ugye a Kolstadán meg Romó Norvég egy izlandival. Ez csak az összehetesen a 20 évet korlémát Barca Geógi, és ami tévés lesz a Vista plusz Magdeburg, ugye Fazekas Gergővel a hazaiaknál. Hát szintén még szerdán 19 óra, vagy csütörtökön 19 órakor lesz majd egy Hamburg Stuttgart Bundesliga rangadó, vagy rangadó magyaros Illizorán, ha úgy szegondolom, meg vele egybe Füsse Berlin Rijnekár, szóval azért akár a jobbnál jobb mérkőzések, maradjunk annyiban. A nők nélkezőnek ugye az elvési rejtezők szerdát, ugye a magyar váltott nélkül, hiszen ugye Magyarország társházigazda a 2024-es elvének. Pont ez az első 24 csapatos kontinens torna a nőknél, és ugye 8 csoportból szólták a csapatokat, és az első két helyzet mind olyan tovább, mint még a négy legjobb csoport harmadik, tehát ugyanaz lesz most már lebonyolulás a selejtezőben a nőknél, mint a férfiaknál, hiszen ugye
férfi 24 csapatos EB-t rendeznek 2020 óta, nőknél ez ugye jövő évtől lesz így. Itt is változik is a lebonyolítás, ottan kijelenthetjük ezt. Ugye tényleg lesznek azért még bajnoki mérkőzések a héten, meg ugye a tévében is láttunk kézi meccseket, ugye a két nyugatban is említettem, ugye szerdán valamint vasárnap, aztán szombaton jön majd szombat helyett, pontosabban vasárnap 4 óra 45 perc, lesz majd a Balatonfüred Fradi, a férfi bajnokságból az M4 Sporton. Sportévén a BL meccseket már említettem, aztán hétvégén két Bundesliga meccsével a képernyőre. Rosszul, hogy szombaton 16 órától a Lipcse és a Kiel összecsapása Sport 1-en, aztán pedig vasárnap majd 15 órai kezdettel a Magdeburg-Hannover mérkőzés, szintúgy a Sport 1-en, utána egy harmadik félidő. Emellett pedig lesznek olyan bajnoki mérkőzések, ezen héten ugye csak a férfiaknál, amelyeket majd online lehet követni. Jó néhány mérkőzést, M4 Sport YouTube csatornán, a hazai klub YouTube csatornáján, szóval nem fog unatkozni. Hát szurkoljunk ezen a héten is, hajrá magyarok a női válogatottnál, és hát reméljük, hogy a férfi csapataink megszerzik újabb sikereiket, a Veszprém visszatérésültől, a Szeged pedig folytatja az Aalborg elleni teljesítményét. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Jövő héten újabb Van Hensóval jelentkezünk, és hát menjetek Debrecenbe, én ott leszek. Érdemes ezt kimenni szurkolni Golovin vagy együttesének, rengeteg világsztárt is láthatunk majd, szóval. Érdemes ezt szerintem ezért útra kelni. Azért egy jó pozitív előjelet csak hadd mondjak, hogy azért Borgel nem a legkedvezőbb, hogy magyar örök, mérleg felül a közelmúltban, de hát azért említsük meg azt, hogy legutóbb a két csapat Magyarországon találkozott 2004. decemberében az akkori Európa-bajnokságon, akkor a magyar váltott nyerni tudott. Két csapat magyarországi mérkőzésén fontos ezt kiemelni, még pedig 29-25-re. És azt a találkozót éppen a debreceni Phoenix Arénában rendezték meg. Igaz, Norvég akkor már biztos volt, hogy bejut a négybe, a magyar csapat meg ugye hát sajnos lecsúszott erről, és spanyolok elni egy gólos vereség miatt, a dánok elni bukta miatt is, tehát nem múlt se sokan, és végül lett, hogy hatodik, akkor Német András együttese. De hát maradjunk annyiba, hogy ez talán még egy jóval is kecsegtethet. Köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk. Sziasztok!